Na, sztorizom a sitót. Csubidázlak benneteket, arany szép gyerekeim, hogy szíjam ki az értelmet a agyvelőtök bőnti nektek. Na, meséltem már aztat, hogy lett az én kalmánomnak, az egyetlen uramnak az első autója. Meséltem már? Na, mondom. Hát az úgy kezdődött, hogy úgy beleesett ez az ember egy ilyen Peugeot autóba, de annyira, hogy kitapétázta a fotójával az egész nappalit. Képzett, beült a fotelba, az brümmögött, mintha vezetné, érted? Seprűnyé volt a váltó, három tégla volt a pedálok, én meg a duda. Na, akkoriban ugye még csipáztam a kalmántot, úgyhogy egész altó nap azon törtem az agyvelőmet, hogy hogyan vehetnék meg ennek az embernek ezt a nyüves masinát már. De hát gyerekek, olyan szegények voltunk, hogy még az aranyerünk is részből volt. Kigondoltam, hogyan lehetne pénzt szeretni, mondjuk kirabolok egy bankot. Hát elsőbb is fejemre húztam egy nilon harisnyát, az bementem anyukához, hogy megismere. Benyitok, bedugom a fejem, azt hittem rögtön berossál, de tudod, mit mondod? Rám néz, azt mondja, Jolikám, hozzá már be egy kis diót, de rágjad meg fele, mert nem tudom, hogy a fogam. Nem adtam föl, irány Kálmánhó, következő teszt. Megyek, rám néz. Azt mondja, mi van, Joli, kozmetikába voltál? Hát sokkal jobban néző ki. Ej, a kutya fáját neki, hát mi lelte őket? Hát nem látják, hogy úgy nézek ki, mint Quasimodo leány korába. Na, ezzel meg is dőtt a bankrablós ötletem. Aztán bevillant a megoldás. Elmegyek a kvízműsorba, azt én is milliómos leszek.